A koleszterin az a szervezetünk minden sejtjében megtalálható vegyület, mert nagyon fontos alkotóelem a sejteknek, részt vesz részben bizonyos hormonok, például epesavak és a D-vitamin szintézisében is. Több fajtája létezik, ugye erről már sokan hallottak, a laborvizsgálaton is láthatjuk a laborleletben, ahol meghatározzuk az összkoleszterin szintet, ezen belül két frakcióját, az LDL és a HDL koleszterin szintet. Az LDL koleszterin szintet szokták rossz koleszterinnek is nevezni, aminek az az oka, hogy ez az a frakció az összkoleszterin szintben, amely lerakódhat az erek falában, plakokat képezve, és ezáltal beszűkítheti az ereket. A HDL koleszterin, ez az úgynevezett jó koleszterin, ez az a frakció, amely a tisztító funkciót tölti be, tehát az erek faláról a koleszterint a máj felé, a kiválasztás, a lebontás felé viszi el. Ennek logikusan minél magasabb a szintje, az annál nagyobb védőhatást fejt ki az érelmeszesedés szempontjából. A magas koleszterin szintnek nincsenek tünetei, ezt vagy egy rutin laborvizsgálat során derülhet ki a magas szint, illetve sajnos legtöbb esetben már a szövődmény az akut infarktus vagy stroke kapcsán derül fel a magas koleszterin szintre. Az okai azok részben életmóddal összefüggő okok, a helytelen táplálkozás, dohányzás, mozgásszegény életmód, illetve vannak ritkább esetben genetikai oka is lehet. A genetikai ok, ez egy géndefektus, aminél típusosan már fiatal korban jelentősen emelkedett koleszterin szint és ennek korai szövődményei alakulnak ki. Ez körülbelül 250 emberből egyet érint. Ezért is nagyon fontos mindig a családi, ahogy tehát az orvos is nyilván felteri a családi hátteret, a kortörténetet, beteg szempontjával is, hogyha a családban többször előfordult halmozottan stroke vagy szívinfarktus, akkor a koleszterin szint fiatal korban való ellenőrzése erősen javasolt. A célértékek, tehát mi az a koleszterin szint, amit ugye az orvosnak kezelnie kell, ez nagyon sok mindentől függ. Függ az életkortól, a társbetegségektől, tulajdonképpen akár a korábban lezajlott infarktus, stroke jelenlététől is. Én mindig azt szoktam mondani a betegnek, hogy nem a labor eredménye látott koleszterin szintet kezeljük, és nem is szabad a mellette jövő célértéket nézni, mert általában ez szívrendszeri rizikos státusz függvénye. Tehát egy alacsony, egy közepes, egy magas és egy igen magas kockázatú beteg célértékei egészen mások, amik tulajdonképpen az európai és amerikai ajánlások alapján évről, akár évről, nem évről, de egy-két évente akár változhatnak is. Ma már a nagyon magas kockázat a lezajlott infarktus stroke után nagyon alacsony koleszterin szint a célérték, amelyet az életmódváltás önmagában, életmódváltással önmagában biztosan nem tudunk elérni, úgyhogy akár itt biztosan, de akár az elsődleges megelőzésben is jelentős szerepe van a gyógyszeres kezelésnek az életmódváltás mellett. A magas koleszterin szint, ezen belül is a magas LDL koleszterin szint, amiről már beszéltünk, hogy ez a rossz koleszterin, amely a vérben keringő trigliceridekkel együtt, amelyeket vérzsíroknak nevezünk, okozzák az érfalban a plakképződést, a lerakódást, és ezáltal hosszú távon az adott ér lumen, tehát átmérőjének csökkenését, ezáltal ott a véráramlás limitálását, az adott szerv rossz vérellátását, illetve akut esetben az ér elzáródását, amely ha a szívet érinti szívinfarktust, ha az agyat, akkor pedig sztrókot okozhat. Ezért nagyon fontos egyrészt a koleszterin szint ismerete már korán, fiatalkorban, akár a korábban említett genetikai háttér miatt is. Másrészt azért, mert az LDL koleszterin több rizikotényező mellett az egyik legfontosabb kockázati tényezője a szívérendszeri halálozásnak, amely vezető halálok adaganatos betegségek mellett, főleg itt Magyarországon. Az LDL koleszterin szint normál szintre csökkentése, illetve ezen tartása szempontjából a legfontosabb tényező talán az életmódváltás, amely mindenképpen része a kezelésnek, azaz a rendszeres testmozgás, az a heti, az ajánlás alapján 150 perc közepes intenzitású kardiomozgás jelent, amely már egy tempós sétával teljesíthető. Akár nyilván a dohányzás az mindenképpen, illetve a dohánytermékek minden formája kerülendő, minden mennyiségben.
Fontos a vérnyomás kezelése, illetve ha esetleg kialakult, akkor a cukorbetegség kezelése is. Emellett előfordulhatnak, hogy már korábban beszéltünk róla, magasabb rizikó állapot esetén előfordult olyan helyzet, hogy az életmódváltás nem elegendő, és ilyenkor az orvos úgy dönt, hogy gyógyszeres kezelésre van szükség ahhoz, hogy az LDL koleszterin szintet a célértékre csökkentsük, illetve ezzel a szívérendszeri halálozás kockázatát jelentősen csökkentsük. A kezelés első lépése ma a statin terápia, ez az ajánlás, amely tulajdonképpen egy koleszterin szintézis gátló gyógyszer, a májban a koleszterin képződését gátolja meg. Ezek a gyógyszerek nagyon hatékonyak, akár 50%-kal is csökkenthetik a kiindulási LDL koleszterin értéket. Az igen magas kockázatú betegeknél, ahol a célérték jóval alacsonyabb, általában az átlag koleszterin kiindulási koleszterinhez képest, itt szükség lehet kombinált kezelésre, amelyek a statinokon kívül, amelyek a koleszterin szintézis gátolják, a táplálékkal bevitt koleszterin felszívódását gátló gyógyszerek. Ezeket támogatottan csak orvosi indikációval, másodlagos megelőzésben, tehát már lezajló sztrókinfarktus után adhatjuk. A magas szívérendszeri kockázatú betegek esetén, illetve akár a genetikailag jelentősen emelkedett koleszterin szint esetén is, amennyiben a kombinált terápiával nem érjük el a célértéket, ma már lehetőség van rá, és Magyarországon is elérhető egy injekció formájában történő kezelés, amelyet 6 havonta a bőr alá beadva, jelentős a kombinált gyógyszeres kezeléshez képest is plusz 50%-os koleszterin szintcsökkentést, LDL koleszterin szintcsökkentést érhetünk el, amivel hosszú távon jelentősen csökkenthetőek a szívérendszeri betegségek kialakulásának szövődményei és halálozása.